Aló, szavaztok, srácok! Voltam Szegeden, kipihentem magam. Most épp megyek át arra, a szomszédba, mutatom, úgy arra, ott arra messze. Kicsit messze van, de most mit csináljak neki? Tanyavilág, mutatom, és én valahol úgy arra, fele arra, úgy arra, visszafele vagyok. Na mindegy, azt kell tudni, hogy ide, hogyha el akarsz menni a legközelebbi boltba, 5 kilométer, gyerekek, 5 kilométer és séta. Igazából, hogyha mondjuk biciklivel se vagy előrébb, mert hogyha homokos a talaj, akkor elsüllyedsz. De a lényeg, srácok, itt, hogyha el akarsz menni valahova, vagy lovaskocsi, vagy motor. Mert hogyha esik az eső, akkor úgy képzeljétek el, hogy itt végig sár az egész. Egyszer jöttem be kocsival, úgy képzeljétek el, hogy becsúsztam ide a szántóföldre itt. Ide valahova. Mert ugye, ahogy jöttem a kanyarba, pont itt van az a kanyar amúgy, ahogy jöttem. Ugye bár hiába jöttem lassan, a kocsinak a segge becsúszott a szántóföld, és nem tudtam kijönni. Végül úgy megoldottam, hogy hívtam valakit, aztán kitoltak. Jó múltkor, már mint pár éve, meg még ismerősöm csúszott be ugyanígy, csak akkor gázabb volt a helyzet, mert lovaskocsival kellett kihúzni. Nem tudott kijönni. Amúgy meg is mutatom, srácok. Anyád, fácánok. Ott mentek a fácánok. De megijedtem. Na, ugye itt van az a kanyar, itt látjátok, pont így itt, így innen jöttem. És ott arra, így, ide csúsztam be. Mik vannak itt út közben? Na mindegy, és akkor ugye így lett megoldva, vagy kihúznak, vagy szólsz valakinek, és akkor tolja a kocsit, aztán ki tud szabadulni. Figyeld, mutatom, erre kell elmenni. Erre maximum a vadászok járnak, szóval ezt úgy képzeljétek el, hogy úgy az Isten háta mögött van, hogy nem jár erre senki. Én is jöttem, ugye, úgy képzeljétek, hogy hajnalba jöttem, a fasz hajnalba, nem hajnalba, hanem este későn, ilyen 11 után. Este 11 óra van, itt plattyogok kifele a csöndbe, a kusba, de még egy jó 5 kilométert kell sétálnom. És itt, gyerekek, nincsen semmi fény, arra van egy pici, ott, de az ott, az már falu. Ez itt már az Isten háta mögött van. És full sötét volt, szóval úgy képzeljétek el, hogy a falu, az van 5 kilométerre innen, az, hát figyelj, ott van egy kis fény, és onnantól kezdve semmi, mert láttátok, körbenéztétek, itt semmi nincsen. Full sötét bejössz, vannak rókák, kóborkutyák néha, de azok most nem voltak, meg ugye ilyen fácánok, őzek, nem tudom hol vannak. De durva, nagyon durva. És igazából úgy képzeljétek el, hogy én mikor kisebb voltam, én mindig idejöttem nyáron. Volt, hogy egész nyáron itt voltam, mert én ezt itt azért szeretem, hoppókáló. Én ezt itt azért szeretem, mert egyszerűen csöndes, normálisak az emberek, meg igazából megnézd, és minden tanya egy kilométerre van. Szóval ilyen rendes, izmos tanyavilág. Erősen. Itt néha van kukorica, akarsz nézd meg, láttad? Azért mondom, tele van itt vadállattal. És tök jó, én szeretek itt lenni, mert tényleg csönd van, nyugalom, ami kell, azt megszerzed. Meg barátságosak az emberek, és örülnek, hogyha átmész hozzájuk. És úgy képzeljétek el, hogy itt nekem az egész környék, itt mindenki nekem haver. De tényleg, most is megyek át a szomszédhoz. Szomszédhoz, másik tanyára. Mondom, addig fölveszek, csinálok ilyen videót, mert rég volt, meg gondolom biztos kérdeznétek, hogy mi van velem, mit csináltam. Úgyhogy, ja. Átnézek ide a szomszédhoz, és ennyi. Sziasztok!